Ezek a hatalmas betonelemek itt mögöttem tulajdonképpen hulladékok, így ebben a formában szinte semmire nem használhatók. Azonban egy különleges gép segítségével ebből a hatalmas betonelemből könnyedén ilyen apró darálék készülhet, amit viszont már nagyon jól újra tudnak hasznosítani. Hogy hogyan és hogy milyen gép segítségével, az mindjárt kiderül. Kiskunhalason vagyunk, a Green Collect egyik hasznosító telephelyén, ahol jelenleg mintegy 10 000 darab vasúti betonaj található, amit használni ebben a formában nem igazán lehet. Évek óta gyűlnek a MÁV-nál tulajdonképpen ezek a termékanyagok. Igazából ezt már új vasútépítésben nem lehet feldolgozni, ezek le vannak selejtezve. Ezek a leselejtezett elemek kerülnek ide a telepre, hogy újra hasznosítsák azokat. Az újrahasznosításról eddig más elképzeléseim voltak. Valahogyan a beton beépítése a körforgásos gazdaságban nem volt számomra egyértelmű. Pedig, ahogy hallhattuk, ezek a több tonna súlyú beton aljak így semmire sem használhatók. Foglalják a helyet, a bennük lévő értékes anyag pedig felhasználatlan marad. Azt persze hozzá kell tenni, hogy korábban ezek zúzása nehézkes volt. Mindenhol ezeket az anyagokat gyűjtötték. Nagyon-nagyon nehezen tudták, szétpróbálták darabolni. Rajta maradt a vas, tehát egyszerűen használhatatlan volt. És gazdaságtalan is, hiszen naponta mindössze 10-15 darabot tudtak szétzúzni, azokat is nagyobb darabokba. A cég azonban forradalmasította ezek feldolgozását méghozzá ennek a csúcsgépnek a beszerzésével. Egy uniós pályázatnak köszönhetően, amit sikerült tavaly megnyernünk, mi beszereztünk egy ilyen direkt erre való gépet, amit egy osztrák gyár külön nekünk csinált meg, amik ennek a betonajnak a hasznos társára, amit később meg tud mutatni, itt szállanként be tud menni. Három, meg tudjuk nézni a gépet? Egyébként persze. Nagyon brutális, ahogy dolgozik. Persze, nézzük meg, csak szerintem vegyünk fel egy kabátot, mert egy nagy korral jár. Jó, akkor én követlek, hol a kabát arra. Három, most már biztonságban vagyunk, legalábbis a porttól meg vagyunk véve. Ezek azok a beton elemek, amelyek akkor feldolgozásra kerülnek? Igen. Ő maga a hulladék, ami beérkezik a telephelyre. Itt a telepen egészben és feldarabolva is találunk elemeket. Korábban ugyanis tesztelték, hogy mekkora darabok feldolgozásával a leghatékonyabb a munkafolyamat. Mi lett a végeredmény, hogy úgy jobb egybehagyni? Úgy jobb egybehagyni. Ennek a technológiának jelenleg ez a legjobb része. Ott látszik, hogy egy darabonként le tudja darálni. Utána pedig külön tudja frakcionálni, kikerül belőle a vashulladék, és itt látható a három frakció, az apró, a nagyobb és a közepes. A monstrum működése, ahogy a Green Collect műszaki igazgatójától megtudtam, nem bonyolult. Ez egy darál, egy ilyen szorító pofás berendezés, ami azt jelenti, hogy egy ilyen ék alakban vannak a pofák benne, és a betonajtöntő beérkezik egy csipkedő kanál a gép, mint látjátok, belerakja, és így egy ilyen centrifugus egyik pofája áll, a másik centrifugálisan mozog gyakorlatilag, húzza lefele folyamatosan a súlyától. A gép beállításától függően 0-tól 60 mm-es nagyságig tudja széttörni a betont, ami aztán megérkezik egy szállító szallagra. A szallag maga, mint egy tudod, fölhozza egy osztályzó asztalra, az osztályzó különböző rácsok, rosták helyezkednek el különböző mélységben. Egy szita úgy működik, több szita egymás alatt, és akkor leválasztja különböző frakciók, és akkor háromféle terméket gyártunk mi jelenleg. De... Amit aztán a telep hátsó részén hatalmas kupacok halmoznak, hogy később elszállítsák. Wow! Hát itt azért van mennyiség. Tehát ez az akkor, ami tulajdonképpen ami V alakul? Igen, ami lejön a rostából, a kisebb frakció, a közepes frakció. A hatalmas erőgép teljes ára mintegy 300 millió forint, naponta pedig körülbelül 500 darab beton elemet tud feldolgozni, amit aztán mérettől függően útépítési alapba, vagy akár cement alapanyagként is újrahasznosíthatnak. Munka pedig van bőven, az országban több mint 500 000 darab ilyen beton hever különböző telepeken. A Green Collect tevékenysége egyébként sokrétű. Mélyépítéseknél nagy tömegű földmunkákat végeznek, főleg ha szennyezett feltöltésekről van szó. A fővárosban több ilyen megaberuházásnál is az ő szakértelmük kellett. Ilyen volt a MOL vagy az OTP székház, a GTC, a White House beruházás, de a Siemens és az Ericsson székházak nagy tömegű földmunkáit is ők végezték el.
Ezek mellett pedig más tevékenységgel is hozzájárulnak a környezetvédelemhez és a körforgásos gazdálkodáshoz. Veszélyes hulladékok kezelésével is foglalkoznak. Nagyjából egy 70 cégnek, 70 gyárnak szolgáltatunk, ilyen szállításba, gyűjtés, úgy veszélyes, vagy nem veszélyes hulladékokat, gyűjtedényzeteket mi biztosítjuk, és komplexen, hol egy-egy hulladék áramot viszünk el, szállítunk el. A körforgásos gazdálkodás tehát sokféleképpen megvalósulhat. Ezek a hatalmas betonelemek, ha nem dolgozzák fel azokat, csak helyet foglaló tehetetlen teherként nehezednek a földre. Így viszont visszakerülnek a gazdasági körforgásba, utak, valamint különböző épületek alapanyagaként. Kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért!